Jó napot kívánok mindenkinek, kezi csókolom. Hende Csaba honvédelmi miniszter így köszöntötte a Szombathelyről érkezett 100 gyereket a reptéren. Őket a miniszter hívta meg a légisóra, mind hátrányos helyzetű vagy nagy családból származik. Szüleik nem engedhették volna meg maguknak, hogy gyermekeik élőben lássák a világ legjobb vadászpilótáit. A jutalomért megdolgoztak, kiemelkedő tanulmányi eredményeik miatt lehetnek most itt. Országosan 2000 gyerek volt a minisztérium vendége. Az ingyenes belépő mellé ingyenesen megszerveztük az utaztatásokat is. És ezen túlmenően azt is remélem, hogy legalább néhányukban felébred majd a katonai pálya iránti hivatás a mai nap élményének a hatására. A gyerekek nagyon élvezték a vasárnapi légiparádét, sokan most jártak először a kecskeméti repülőnapon. Nagyon jól érzem magam, hát sok repülőgépet láttunk, hát van igen a MIG-ek a kedvenc repülőim, és hát igen, jó munka ez a repülőgép vezetés. A magyar Gripen kötelék így köszöntötte a nézőket. Ez a nap a pilótáknak is különleges. Eleve kevesen vagyunk magyar vadászpilóták, és hogy még a kevesek közül is benne lehetek abban az első kettőben, aki bemutatja a Gripen szóló bemutatót, ez nagyon nagy büszkeség. De nem csak a levegőben, a földön is folyamatosak voltak a programok. A különleges szárazföldi osztag közelharci bemutatóját több ezeren látták. Az idei repülőnap a rekordokról szólt. A kétnapos légiparádéra 22 ország csaknem 150 repülőgéppel képviseltette magát.